A diabétesz korunk egyik legsúlyosabb népbetegsége, amely világszerte több százmillió embert érint. November 14-ét nyilvánították a cukorbetegség világnapjává, hiszen 1921-ben ezen a napon fedezte fel az inzulint két torontói orvos, Frederick Banting és Charles Best. Ennek apropóján beszélgettünk a betegségről dr. Pátkai József diabetológus főorvossal a Szent Pantaleon kórházban. Cukorbetegség egy népbetegség. A legújabb adatok szerint a világon mintegy 470 millió embert érint közvetlenül. Ez a felnőtt lakosság 9,3%-a. És sajnos úgy néz ki, hogy ez a betegség szinte járványszerűen terjed. 2030-ra már további emelkedés várható, akkor már meghaladja a 10%-ot a felnőtt lakosságban a cukorbetegség előfordulása. És hát hazánkban is hasonló adat észlelhető. Tulajdonképpen ez az egyénre vonatkozóan nagyon komoly kimenetele lehet hosszú távon, ha nem megfelelően kezelik, de a népgazdaságnak is egy borzasztó nagy teher. A Nemzetközi Diabétesz Társaság legújabb kiadványa szerint mintegy 730 milliárd dollárnyi kiadást jelentett, 42 millió ember halt meg, ez a 2019-es adat cukorbetegségben. Tehát népgazdasági szempontból is egy rendkívül fontos és komoly betegség. De nyilván az egyén különösen érinti, tehát nagyon gyakori kórképről van szó. Döntően két típusa ismert, az egyes és a kettes típusú cukorbetegség. Az egyes típusú cukorbetegség az általában fiatal korban, gyakran gyerekkorban kezdődik. Arra jellemző az, hogy egy vírusfertőzés által elindított úgynevezett autoimmun folyamatban, ami azt jelenti, hogy inzulin termelő sejtek ellen a szervezet ellenanyagokat képezve roncsolja ezeket a sejteket, és elfogy a saját inzulin termelés, az a saját inzulin készlet, és ezekben az esetekben már azonnal inzulin kezelés szükséges. Ez az egyes típus. A kettes típus, amit korábban felnőttkori típusnak hívtak, ott az jellemző, hogy a betegnek van saját inzulinja, de különböző okok miatt ez az inzulin nem működik megfelelően, nem hasznosul megfelelően, nincs meg a megfelelő hatása, és ezért emelkedik a vércukor. Ezek a körülmények döntően az elhízás, a mozgásszegény életmód, tehát azok a úgynevezett ártalmak, amelyek hát korunkra annyira jellemzőek. A cukorbetegséget alattomos betegségnek mondják, mert felnőtt korban a felnőttkori cukorbetegség az esetek döntő részében tünetmentes. Tehát a betegnek nincs panasza, tünete, és fokozatosan alakul ki. Amikor már tünete van egy betegnek, akkor már általában elég magas értékei vannak. Ugye egyes típusnál ezek a tünetek viszonylag hirtelen kezdődnek, mert ahogy elfogy az inzulin termelés, nagyon magas cukrok alakulnak ki. Kettes típusban az általában lassú folyamat. Ezek a tünetek általában az szomjúságérzés, sok folyadékfogyasztás, bőrviszketés, ha előrébb tart a folyamat, hány inger, hányások jelentkezhetnek, a testsúly csökken, jelentősen csökkenhet. Ezek a tünetek, de ahogy mondtam, ezek már előre haladottak, tehát nagyon magas cukorértékeknél jelentkeznek. Ezért mondjuk, hogy miután a felnőttkori cukorbetegség nem jár tünetekkel az esetek többségében, hogy szűrővizsgálatot kell végezni, hogy ideje korán nem túl előre haladott stádiumban derüljön ki ez a betegség, hiszen akkor a kezelése is egyszerűbb és könnyebb. A főorvos részletesen ismertette az inzulin felfedezését és felhasználását is.
Az inzulin egy meghatározóan fontos fehérje típusú hormon, fehérjéből álló hormon, amely a hasnyálmirigynek az úgynevezett béta sejtjeiben termelődik. A feladata pedig az, hogy a vérben levő cukrot bevigye a működő sejtekbe. Ugye a vér cukortartalma onnan ered, hogy egyrészt, hogy táplálkozunk, fogyasztunk szénhidrátokat, cukrokat, amelyek ugye felszívódva a gyomor bélrendszerből, és ott szétesve cukrok formájába jutnak be a vérbe. Ezek a cukrok meghatározóan fontosak, hiszen a érrendszeren keresztül eljut a szervezet valamennyi sejtjébe, és tápanyagforrásul szolgál a sejteknek, izomsejteknek, az agynak, a májnak, minden szervünk cukor nélkül nem tudna élni. Tehát a táplálékból származik ez a cukor egy része, a másik része pedig a saját szervezetünk, nevezetesen a máj, abban komoly tartalékok vannak, ilyen cukortartalékok, amelyek szintén a véráramba kerülve megakadályozzák például azt, hogyha az ember mondjuk 2 napig nem eszik semmit, hogy kórosan ne essen le ez a cukorszint. Tehát az inzulinnak az a feladata, hogy ezt a vércukorszintet biztosítja, eljuttassa a sejtekbe, és ezek a sejtek táplálékot kapjanak. Ez egy nélkülözhetetlen hormon a szervezetben. Óriási áttörés volt, hiszen addig, amíg inzulin nem állt rendelkezésre a gyógyászatban, addig az egyes típusú cukorbetegek gyakorlatilag meghaltak rövid időn belül. Az inzulin kezelés egy mérföldkő volt, és hát az azóta eltelt 100 évben hát a cukorbetegek életkilátásai, élettartamuk és életminőségük is jelentős mértékben javult. Az elmúlt 100 évben óriási fejlődés következett be a cukorbetegség kezelésében. Mondhatom, hogy az egészségügyön belül az egyik legdinamikusabban fejlődő terület az onkológián, immunológián túlmenően a diabetológia az, ahol a legnagyobb innováció történt. És itt gondolok többek között az alkalmazott inzulinok fejlesztésére. Ugye Banting idejében hát ugye egy inzulin állt rendelkezésre, amit napjába sokszor kellett beadni, és hát akkor bizony, akkor még állatokból kivont, marhából, sertésből kivont inzulinok álltak rendelkezésre, aztán bekövetkezett egy jelentős fejlődés, amikor a emberi, a humán inzulinnak megfelelő inzulint elő tudták állítani, és ezt már ugye szintetikus módon, majd kialakult az úgynevezett analóg inzulin kezelés, amely további fejlődést tett lehetővé, sokkal jobban megközelíti az emberben termelődő inzulin hatásmechanizmusát. Ugyanis azért egy különbség van, egy egészséges ember által termelt inzulin és a kívülről beadott inzulin között, nevezetesen egy nagyon bonyolult hormonális és egyéb rendszer szabályozza a szervezetünkben termelődő inzulint, és mindig pont annyi inzulin termelődik, amennyi szükséges. Na most ezt kívülről nagyon-nagyon nehéz pontosan utánozni. Az újabb inzulin adási lehetőségek ugyanakkor biztosítják azt, hogy megközelítsük ezt a szisztémát, és ezáltal a betegség esetleges szövődményeit sikerüljön megelőznünk, vagy legalábbis minél későbbre kitolnunk. Dr. Pátkai József hozzátette, a diabetológia az egyik leggyorsabban fejlődő tudományág. Az inzulin kezelésen túlmenően a diabetológiában olyan fejlesztések történtek, és itt gondolok a tablettás kezelésekre, amelyek nem csak a cukorbetegséget, hanem a cukorbetegséggel gyakran együtt járó
szívérrendszeri betegséget, például infarktus, sztrókot is nagy mértékben képesek csökkenteni, vagy legalábbis a kialakulás kockázatát csökkenteni. Másrészt olyan eszközök állnak a cukorbeteg kezelésben rendelkezésre, amelyekről bizony 20-30 évvel ezelőtt álmodni se tudtunk. Gondolok itt az inzulin adásnak a legkorszerűbb módjára, az inzulin pumpára. Folyamatosan tudjuk bizonyos eszközökkel követni a vércukorszint alakulását, ami szintén egy nagyon nagy forradalmi változás jelentett, és ma már szeptember 1-e óta hazánkban is biztosítható társadalom biztosítási támogatása egy olyan inzulinpumpa, amely a folyamatos vércukor mérés alapján automatikusan adagolja az inzulint, és ezzel egyre közelebb jutunk ahhoz, hogy egy úgynevezett mesterséges hasnyálmirigyet tudjunk kialakítani, ami talán nem is olyan távoli cél, hogy ne az orvos és a beteg által alkalmazott módon, hanem egy automatikus önszabályozással lehessen a cukorbetegek vércukorszintjét optimálisan biztosítani. A főorvos azt javasolja, ne vegyük félváról a cukorbetegséget, és éljünk a szűrővizsgálatok lehetőségével.